Szávai János tanár előadása következik, Mitterantól íjésig címmel Bodó Márton előadásában, vagy felolvasásában. François Mitterant 1981-ben választották meg elnöknek. 1988-ban ismételt, így tehát két ciklusom át, 14 éven át volt Franciaország elnöke. Ezen periódus alatt kétszer látogatott el Magyarországra, 82-ben és 90-ben, s Párizsban három ízben fogadott magyar vezetőket, 85-ben Kádár Jánost, 92-ben Antal Józsefet, 94-ben Boros Pétert. Budapesti látogatásainak volt egy újszerű eleme. Az még hozzá, hogy a hivatalos protokoláris tárgyalásokon kívül találkozott az általa alternatívának vélt jelentős, s fennálló rendszeren kívül lévő nagyformátumú személyiségekkel is. 1990. januárjában Antal Józseffel előzőleg, 1982. júliusában pedig I. és Gyulával. Ennek az 1982-es találkozónak nem annyira a tartalmi része érdekes, hanem inkább maga a gesztus. A politikai hatalom feje, a gondolkodás, a szellem, az írás emberészt választja ki, mint egy lehetséges másik pólust, mint ellenerőt, mint a politikusok irányította világ nélkülözhetetlen tartó pillérét. Választása, mondhatnám némi túlzással, kanossza gesztusát idézi. Mitterrand persze kivételesen művelt entelektüel, mestere a szónak, de az írásnak is. Íj és kiválasztása feltételezi, hogy olvasott íjést, a puszták népét, amelyet a budapesti látogatás felkészítő anyaga idéz, bizonyosan olvasta. Az 1936-ban publikált könyv kétszer is megjelent franciául, 43-ban szovázsó előszavával, másodszor pedig 69-ben megfejelve az Ebéd a kastélyban című elbeszéléssel, Véronique Charel fordításában, aki egyébként ott volt a Miterani és találkozón is. Ennek az emlékezetes találkozónak a felidézése nyilvánvalóan a téma többféle megközelítését teszi lehetővé. Mert rámány utat egyfelől a kulturális kapcsolódások kiemelkedő, sőt, nélkülözhetetlen szerepére, másrészt pedig a magas szintű érintkezés a személyes kontextus döntő fontosságára. Ezt a kettőt, vagyis a kulturális szférát és a politikai szférát jelölném meg oly módon, hogy megpróbálok felvillantani mindkettőből néhány látványos mozzanatot. A szellemi kapcsolódások egyik legizgalmasabb példája a 15. és 16. században, a Szorbonon tanuló magyar diákok története, amelyet Gabriel Aszli kutatásai nyomán ismerünk. Kettőt emelnék ki a sok közül, mindkettő a görög filozófiában való jártasságukat mutatja. Az első a többször is megemlített Martinus Tolninus eredeti névén, a tolnából származó Bornemissa Márton, akinek a neve – a Jakobus Lefebvre által 1518-ban Arisztetelész politikája címmel publikált kötetben tűnik fel. A magyar diákok megbecsülését, érdeklődésük irányát jelzi egy másik publikáció, Johannes Pölötjé 1513-as Peri című címet viselő, ugyancsak filozófiai témájú munkája. Előszavában három magyar barátjának ajánlja a logika elméletével foglalkozó művet a szerző. Az első és hozzá legközelebb álló Johannes Saginus Panonius, vagyis Johannes Sági, aki abban az évben tanult Párizsban. A második a Győrből származó Georgius Meszlény, a harmadik pedig Emericus Dalacus. A magyarság kép a francia irodalomban is többször feltűnik. Így például Jean de la Fontaine, Le Paysan du Danube című 1658-as versében, amely a magyar szót ugyan nem mondja ki, de a Marcus Aureliusnak tulajdonított és egyértelműen pozitív képet festő történetben többször is a Duna két partján élő népre utal. A 18. században előbb Prévo Abbé 1731-es regénye a Manolescu, majd Volter 53-ban megjelent Kandídja idézi fel Rákóczi Ferenc alakját. Egyik sem pozitív kontextusban. Az előbbi Ott de Hanszilváni, amelyet Rákóczi Ferenc 14. Lajostól kapott, és amelyet játékbarlanként működtetett a romlás, az erkölcsi bukás toposza. Míg a kandídban a fejedelem lodostói háza a hanyatlást és a reménytelenséget jelenti. A Ott de történetét Szegfű 1913-ban megjelent, alapos kutatásokra épülő Rákóczi könyvében jelenik meg, de ez a munka heves támadásokat váltott ki, a fejedelmet ikonként tekintők hamisításnak ítélték a történész Rákóczi portréját. A magyarság korabeli ismertségét jelzi az 1737-ben megjelent Le Mémoire Historique du Comte Betlen Nikolá, amely nem Betlen Miklós írása, hanem egy állmemoár Dominique Rivera alkotása, ahogyan az Köpeci Béla kutatásai kimutatták. Francia irodalmi művek jelzik Jérôme Tarot és Jean Mistre budapesti működésének a nyomát. Jérôme, aki 1899 és 1902 között volt lektor az ötvös kollégiumban, bátyával, Zsannal együtt publikált könyveiben, így a La Fin des Habsburg címűben beszél Magyarország kritikus napjairól. Az 1920-as évek elején kulturális atasé Jean Mistrel pedig magyar közegben játszódó szerelmi háromszög regényével szaporítja a hazánkat bemutató művek sorát. I. és Gyula az 1920-as évek elején Franciaországban élt, tevékenyen részt vett a szürrealisták mozgalmaiban, aki közül többeket barátjának mondhatott. A későbbiekben, már hazatérése után, más költői körökkel is kapcsolatba került, így több cucca, <coughs> tucatra tehető azon francia költők száma, akiket Gara László közleműködésével megnyert a magyar irodalom számára. Ilyést, amióta 1927-ben hazatért, erősen foglalkoztatta, mi a magyar, kérdésköre, a magyarság külföldi képe, és ami azzal szorosan összefügg, az önmagáról alkotott képe a magyarságnak. 1933-as naplójában, amely a magyarokhoz egy kötetben 1938-ban jelent meg, izgalmas kérdéskört vett föl ezzel a témával kapcsolatban. Idézet. A vonatban ülve Dombovár és Kaposvár között ahol oly szelíd slágy a hajnali ködben a vidék, mint a koró tájképein utazna az ember, idézett vége, francia szürreistákat olvas a magyar író. Méghozzá pamfletteket, most éppen Röné Merevedős épp ezért kicsi elnyomott népnek bemutatott képét. Ez a pamflet, mondja és ismét idézett, egyetlen hosszú gyalázkodás minden ellen, amivel a francia nemzet ma dicsekedhetik. Zsandár kultuszától kezdve egészen addig a felemás csak félig sikerült, de egy kicsit idegzetbe gyökeredzett demokráciáig, amely nekem még ilyen felemás állapotban is tetszik. A gyönyörű tájat nézem, folytatja, és odázom a feleletet, hogy amit a francia szürrealisták megtesznek a Franciaország ellen, vajon meg tudnám-e tenni én is magyarul és Magyarországon? A kérdésre adható válasz valóban rettentő nehéz. Átkozni a hazát okkal, ez is olyan valamilyen fajta hazafiság, erre épp a mi irodalmunk története nyújt jó példákat. A neveket nem sorolja, de egyértelmű, hogy kikre gondol. A magyarokhoz, a himnusz, a vén cigány, a nagyidai cigányok, vagy akár a Cseregdi Bandi Párizsban 1910-ben szerzőire. Mert folytatja gondolatmenetét, ez valóban áldozattal jár, még elevenkorodban nagyon agyon üthetnek érte. A 30-as évek végén jelenik meg Szegfű a szerkesztésében Mi a Magyar című tanulmánygyűjtemény, amelynek legizgalmasabb írásait Babics Mihály, Eckhardt Sándor és maga Szegfű jegyzi. I és Gyula a maga módján szól hozzá a témához ebben a három könyvében, amely a 30-as évek derekán születik, az Oroszország, a Petőfi és a Puszták népe. Ugyanennek a kérdésnek a három irányból való megközelítése. Eckhardt szerint tehát a magyarság önmagáról alkotott képe, szorosan összefügg a más nemzeteknek rólunk alkotott képével. Így és már a puszták népe első fejezetében megpendíti ezt a kérdést. Idézet. Gyermekkoromban írja, a puszták népét sehogy sem tudtam azonosítani azzal a hőssel, harcias, dicső néppel, ami ennek a magyar a pusztai iskolában, tan a magyart a pusztai iskolában tanultam. A puszták lakóitól mi sem áll távolabb, mint az a büszke rátartiság, mely általános hit szerint fajtánk sajátja. Itt, ezen a ponton iktatódik közbe a külföld véleménye. A külföldiek, akik jártak Magyarországon, és akiknek rólunk való tárgyilagos véleményét kérdeztem, magát az egyszerű, szántóvető magyar népet alázatos, csendes, kalaplekapó, rögtön vigyázba merevedő, és épp ezért kisi elnyomott népnek tartották, mely bizonyosan nincsen hiány a kétszínűségnek sem. A portré végül persze kiegyenlítődik. Ilyés Gyula akár a kritikusok, berzsenyi, kölcsei, arany, maga a hazafiság. Ezért is lehet a francia politikus államférfi tárgyaló partnere. A bevezetőben említett Mitterrand személyhez kapcsolódó magas szintű politikai találkozók közül még kettőt szeretnék előhozni, a hitelesség kedvéért a Kaligram kiadónál ez év októberében megjelenő emlékezéseimből idézem Mitterrand Antal és Mitterrand Boros tárgyalás történetét. 1991. májusában kezdődik az idézet, Antal újabb Párizsi útja következett, talán a legérdekesebb valamennyi közül. François Mitterrand elnök azért hívta meg a magyar miniszterelnököt, hogy tanácsot kérjen tőle, hogyan kezelje a jugoszláv válságot. A Trianon idején összetákolt délszláv állam szétesőben volt, a két legnagyobb tapköztársaság, a szerb és a horvát éles konfliktusba keveredett, polgárháború fenyegetett. Az európai vezetők tanástalanok voltak, és megosztotta őket az is, hogy a franciák inkább a szerbekkel, a németek viszont inkább a horvátokkal rokon szenvedtek. Az elnök munkaebédre hívta meg Antalt, és azt üzente, hozzá el magával öt miniszterét is, hogy azok a fő tárgyalással párhuzamosan szakpolitikai kérdésekről tárgyalhassanak. Még ebéd előtt egy órát szántak a megbeszélésekre. Az Elizé palotában a magyar miniszterelnök bevonult az elnök dolgozó szobájába, az öt magyar miniszter pedig külön-külön tárgyalt francia kollégáival. A közjogi különbségek miatt azonban nem mindenkinek jutott partner. A francia miniszterelnök Edith Cresson elvesztettem téblábolt az elnöki dolgozószoba előtti folyoson, nem volt kivel tárgyalnia. Az ebéden aztán már ott volt velünk. Mitterrand, és akkor még Antal is a jugoszláv állam egységének megőrzését remélte. Antal a szövetségi miniszterelnök erőteljes támogatását javasolta az európai hatalmaknak. Egy új títóra volna szükségünk, mondta váratlanul a francia elnök. Majd látva a megdöbbent arcokat, gyorsan korrigált. Vagyis egy nem kommunista titóra. Ennél többre azonban nem jutottak, az első világháború után létrehozott délszláv állam egységét lehetetlen volt megmenteni. Magyarország osztályelső. A francia ipari miniszter Gérard Lengé fogalmazott így 1994. február 26-án, azon a villás reggelin, amelynek során a Párizsba látogató magyar miniszterelnök a francia üzleti élet legjelentősebb képviselőivel találkozott. A kormányfői látogatást eredetileg november elejére tervezték, akkor fogadta volna Antal Józsefet ünnepélyes körülmények között az új francia kormány vezetője, Édouard Balladur. De Antal betegsége miatt erre az útra már nem kerülhetett sor. Jeszenszky Géza külügyminiszter ugrott be helyette. Rögtönözni kellett. Jeszenszkit november 9-én a francia kormányban protokollálisan második ember, a védelmi miniszter François Léotard fogadta. Alig, hogy Antal halála után felállt az új magyar kormány, a francia vezetés megismételte a miniszterelnöknek szóló meghívást. Egy napos látogatásban állapodtak meg, és kitűzött dátum 94. február 26-a volt. Soha még ilyen népszerűek nem voltunk a francia politikai közegben. Egyértelmű volt, hogy a magyar miniszterelnök Boros Péter elsősorban francia partnerével tanácskozik, de találkozni kívánt vele maga az elnök is, és egymás után jöttek a telefonok a legfontosabb miniszterektől, hogy ők is feltétlenül találkozni szeretnének a magyar kormányfővel. Egy napos utazásról volt szó, ebbe az egy napba kellett belesűríteni az összes találkozót: a külügyminiszter, a belügyminiszter, a védelmi miniszter, a pénzügyminiszter, az ipari miniszter mellett ott volt az elnök Valéry Zsizkárdeszten is bejelentkezve, és a párizsi magyarok is igényt tartottak egy összejövetelre. Sikerült összehangolnunk az igényeket és a követelményeket. Roassiból a repülőtérről egyenesen a követségre hajtottunk. Itt hangzott el, mint egy 50 gazdasági vezető és üzletember előtt, Gérard az a beszéde, amely a volt KGST országok közül kiemelte Magyarország teljesítményét. Magyarország osztályelső jelentette ki a miniszter. Az üzleti partnerek után a volt elnök Zsizkár Deszten következett, aki ebben az időben a Nemzetgyűlési Külügyi Bizottság elnöke volt. Zsizkár azt a véleményt fejtette ki, miszerint Magyarország félúton van a tervgazdaságos állapot és a fejlett ipari országok között. A kis szalomban lefolyt beszélgetés után már is indult az OSCD központjába, ahol Zsánzsák Pejé főtitkár fogadta a miniszterelnököt. Boros Péter rövid beszédet is tartott az OSCD tanácsának ülésen, azután indultunk is vissza a követségre, ahol már várta a küldöttség François Léatár védelmi miniszter. A téma ezúttal a jugoszláv polgárháború, és azzal egyetemben Európa biztonsági rendszerének kérdésköre. Nem tudom, hogyan lehet megoldani a biztonsági rendszer kérdését, mondja Léotár, de abban biztos vagyok, hogy Oroszország nélkül nem lehet. Boros Péter a magyarok történeti tapasztalátára hivatkozva óvatosságra int az orosz kapcsolat kérdésében. Érdekes teszem hozzá most, amikor ezeket írom, hogy ez a nézetkülönbség csak nem valamennyi francia-magyar tárgyaláson megjelent. Különös élességgel vetődött föl például az 1993. szeptemberi Antal Sirák találkozón. Visszatérve 94. februárjához, ezután következett az Antal emléktábla felavatása. Majd vissza a követségre, a Charles Pasqua belügyminiszter volt a következő vendég. Pascal a kormány egyik nagy ágyúja, migrációs problémákat vetett föl, és részletesen beszélt a kábítószer terjesztés elleni harcról. De már is indulnunk kellett tovább, Külügyminiszter Alain J.P. ebédre várta a magyar küldöttséget a Kedorszén, a minisztérium épületében. Mint hogy a pénzügyminiszternek nem jutott külön időpont, Nikolás Sárközi is velünk ebédelt. Pihenő nem volt. Következett a találkozó Eduard Baládúr miniszterelnökkel. A külpolitika iránt siráknál jóval kevésbé érdeklődő Baládúr nem egészen ugyanazt a vonalat vitte, mint pártársa ami a borossal való tárgyaláson mindjárt be is bizonyosodott. Miután eszmét cseréltek a magyar helyzetről, megegyezve abban, hogy a belső helyzet stabil, hogy az uniós kapcsolatok jól alakulnak, csak hamar a biztonsági problématikára terelődött a szó. 94. februárjában a boszniai helyzet még nem talált megoldásra. Balladür épp ezért egy stabilitási paktumot javasolt, amely megakadályozhatná a Jugoszlávhoz hasonló újabb konfliktusok kirobbanását Európa egysége, fejtegette, csak a kisebbségi kérdés megoldásával lehetséges. Ezt a megoldást azonban egészen másként képzelt el, mint a magyar vezetés. Azoknak az országoknak, amelyek nem oldották meg a kisebbségi problémát, nincsen helyük az Unióban, jelentette ki. A kisebbségi konfliktusok folytatta, háborúhoz vezetnek, ahogyan azt Jugoszlávia példája mutatja. Közben Montferrand, a francia miniszterelnök külügyi tanácsadója azt fejtegette, hogy a szlovákok is bizalmatlanok Báládőr tervével kapcsolatban, mert meg vannak arról győződve, hogy a magyar lobby számukra hátrányosan befolyásolja a francia külpolitikát. Boros átvette a szót, és azt kezdte magyarázni, hogy a Kárpát-medencében nincsen háborús veszély. Nem tudta meggyőzni Báládűrt. A Stabilitási Paktum egy évvel rá létrejött, de akkor már Hongyulának hívták a magyar kormányfőt. A nap legérdekesebb pillanata az elnökkel való találkozó volt. Az 1993-as választások óta a szocialista François Mitterrandnak egy jobboldali kormányjal kellett együttműködnie, ez volt az úgynevezett társbérlet időszaka. Belpolitikában egyértelműen a kormány dominált, kül- és védelmi politikában viszont az elnöknek komoly jogkörei maradtak. Mint hogy a jugoszláv válság még sem talált megoldást, az elnök minden délután egyeztető megbeszélést tartott a külügyminiszterrel Alain Zsüpével. Tudtam, hogy az elnök a magyar küldöttségnek viszonylag kevés időt tud szentelni, a szokás szerint, mint egy fél órát. Többet alig ha, annál is kevésbé, mert a Mitterrand boros találkozó nem illeszkedett a protokoláris rendbe, inkább ráadás volt a hivatalos miniszterelnöki tárgyalás után. Mitterrand egy hosszú monológgal kezdte, a magyarság portréját próbálta fölvázolni, tehetséges és vitéz népnek nevezte a magyart, amelynek immár újra és véglegesen helye van az európai népek közösségében. Azután a közelgő választásokról kérdezett. Alig 6 hét volt hátra a választásokig, és egyértelműnek látszott, hogy az MDF feszíteni fog, hogy nem sokára át kell adni a kormányzás jogát. A demokrácia, most már önök is tudják, mondta csúfondárosan Miteran, nagyon szép dolog. A lehető legszebb gyümölcse civilizációnknak de akad egy rendkívül kellemetlen járuléka. Megtapasztaltam, mondta, én is. Sajnos, folytatta, időnként választásokat kell tartani, és a választás kimenetele mindig bizonytalan. De a lényeg az, próbált ezután szavain enyhíteni, hogy Magyarországon demokrácia van, és az a demokrácia marad. Mindez hosszan és szellemesen adta előközben pedig olykor-olykor felpillantott pontosan vele szemben függő fali órára. Telt múlt az idő, már jócskán túlléptük a tervezett 30 percet, amikor végre lezárta a monológiát, és mosolygós arccal búcsúzni kezdett a magyar küldöttségtől. Amikor kimentünk, akkor értettem meg, hogy min mosolygott. Az előtérben ott állt láthatóan pattanásig feszülten Alain Zsupé, aki, mint utóbb megtudta, már több mint fél órája várt az elnökre. A társbérletbe még ez is belefért. Mitterrand egyszerre ugratta a magyar miniszterelnököt, és a saját külügyminiszterét. tehát ezzel zárnám, gondolatmenetét alátámasztandó, a magyarság arcképének a megrajzolásával megpróbálkozott. A főbb vonások, a visszatérő jelzők ismerősek. Igaz, a nemzetkarakterológiát a mai felfogás már nem tekinti, nem tekinti tudománynak. De annyi kétségtelen, hogy a francia elnök szavaiból alig ha nem a puszták népének mondatai szólnak vissza. Köszönöm a figyelmet!